Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, a egy kis update, illetve segítség videó, ha már úgyis végtelenségig várunk erre a Warvidin-re. Ugye amit bejelentetek, hogy egy újabb másfél hónappal eltoljuk, hát reméljük tényleg jó lesz ez a Warvidin, ha már eddig nyúzzák, húzzák, mert a hype vonat egyre lejjebb hagy, hogy őszinte legyek, na de vágjunk is bele, jön az update, minden bizonyal mostanra mindenki észrevette, hogy a vákumod bármelyik szentinelbe nagyszerűen működik, fantasztikus, tök jó ötlet, végre megcsinálták. Igaz, hogy a Carrier Prime-ot ezzel így, ahogy van, tönkretették, de 8 másik szentinelt fantasztikussá tettek, mondjuk úgy. Speciál, én jobban örültem volna, hogyha konkrétan az összes warframe ben mint passzív képesség benne lenne a vákum, de Jobb, mint a semmi. Amint még szívesen látnék egy kis erősítést magukon, a szentineleken, mint armor, élet és shield téren egy kicsit, ha erősebbek lennének, az fantasztikus volna, de már eddig eljutottunk, ez egy nagyszerű dolog a játék egzisztenciája óta. Nos, de viszont jön a segítség. Azért látjátok azt a címet, amit láttok, mert most szeretnék egy-két tippet adni arra, hogy hogyan ne kelljen mindig szólózunk, ugye? Sokszor van olyan küldetés, ahova szeretnénk elmenni, de jó lenne, hogyha lennének társak, és, és akkor egyszer csak beírjuk a kérdésünket, kérésünket, és nem jön senki, nem ír senki, és mi azon frusztrálunk, hogy, hogy de rossz klánban vagyunk, vagy mi az Isten van ezekkel, nem akarnak játszani, vagy szóval. Alapvetően ugye nem mindig tudunk találni magunknak egy jó játszótársat, vagy egy négy embert, és a dolog lényege az, napokban rámírt valaki a klánunkból, hogy hogy itt nem -e ha tilos használni a csetet a klánunkba, és így csodálkozva nézem, hogy nem, miért? Mert hogy ő beírta az, hogy jön-e valaki polymer bundle és neki nem válaszol senki. Hát mondom, talán lehet, hogy rossz a kérdés, vagy rossz a kérés című történet, és nem biztos, hogy azt kellene írni, hogy jön-e valaki polymer bundle mert lehet, hogy éppen azok közül, akik ott épp online voltak, Mindenkinek van Polymer bandörje, vagy nagyobb gondja is van attól, mint hogy Polymer bándőr Farmra menjem. Ez most csak ugye egy példa volt. Na most mégiscsak, eh, hogyan vegyünk rá eh, játékosokat arra, hogy csatlakozzanak a mi játékunkhoz, vagy esetleg eh, kívánatosnak hason az a küldetés, ahova eh, mi is megyünk. Ugye az olyan kérdések, hogy elvinne-e valaki, meg taxizna-e valaki, meg van-e valakinek fölös, meg jön-e valaki... Ezt a formulni, az azt hiszem, hogy kifejezetten rossz kérdések. Tehát ha van egy fölösleges, eltaxizna e valaki elvinne erre a bolygóra, hol lehet ezt és azt formulni, ezek a legrosszabb kérdések, amiket föl lehet tenni. Szóval az igazság az, hogy ezeket a kérdésköröket, Ezeket masszívan kerülni kell, meg azt is, hogy jön-e valaki ilyet farmolni, vagy jön-e valaki olyat farmolni. Az igazság az, hogy az ember úgy van ugye beállítva, hogy magunkra gondolunk. Természetes, magunkra kell gondolnunk, de viszont lehet egy kis csavar, lehet egy kis ész is abban, amit uh, csinálunk. Ha magunknak kell valami, és ahhoz tudjuk, hogy a, ahhoz a vezető út az embereken keresztül vezet jelen esetben, mondjuk a klántársadon vagy a közösség tagjain uh, keresztül vezet, tehát az ő segítségükkel juthatsz hozzá ahhoz a dologhoz, amire neked van szükséged, akkor egy kicsit lehetne több eszed, amint hogy azt kérdez, hogy valaki el -e tud taxizni ide, vagy van-e valakinek fölös valamije, vagy jön-e valaki ezt és azt farmolni. Ezért nálam a tip vagy a javaslat leginkább az, hogy egy megfelelő kérdést tegyük fel. Mi a megfelelő kérdés? Tegyük fel például, polymer Bundle-t szeretnél te konkrétan farmolni, akkor nem biztos, hogy az többi 500 embernek, aki éppen online van, az a megfelelő kérdés, hogy jön-e valaki polymer Bundle-t farmolni. Ha te tudod mondjuk, hogy elmész arra az adott bolygóra, ahol van egy polymer bundle, tehát dobálja, mint a hülye a polymer bundle nem tudom, Uranus Ophelia, és mit dob jól még az Uranus Ophelia? Jól dob oké, jól dob mondjuk uh, relikeket, tehát tegyük fel, jódob relikeket, tehát igyekez megtalálni azt a, azon a bolygón, ahol te valamilyen célt el akarsz érni, igyekez megtalálni a legkívánatosabb dolgot, amire a közösség tagjai leginkább harapnak. Tegyük fel, hogy te el akarsz menni mondjuk a ö, Plastidot farmolni, tehát most mondjuk úgy, tehát el akarsz menni plastidot farmolni. Hol dobál plastidot? Á, nagyszerűen dobálja a plastidot Erisen. Na, hát akkor Erisen, hogyan vegyem rá az embereket, hogy jöjjenek velem plastidot farmolni? Ha az beírod, hogy hosting, plastid, farm, ki a francot érdekel, plastid, farm, bármikor elmegyek, 10 perc alatt összeszedem azt a mennyiségű plastidot, ami nekem szükségem van, és el van intézve. Na, de viszont hogyha már lehet, hogyha már azt írod be, hogy hosting, és ez fontos, hogy te hoztasz, te adod, te nyújtod azt a segítséget, hosting, tehát te hoztasz, hosting relic form, ugye, az már mindjárt másra lehet, hogy jobban ráharapnak az emberek, és akkor már is emelsz Eriszre, Kalazárra mondjuk, ahol a relikeket így minden ö, második körbe, vagy szinte minden körbe dobálja neked, és akkor meg is van oldva, hogy könnyebben kapsz relikekre, embereket farmolásra, mint hogy plastidra. De azzal, hogy elmész relikeket farmolni valakire, mondjuk a kalázáron, ö, 40 éven keresztül azzal rengeteg mennyiségű plastidot összegyűjtest magadnak. Szóval valamit, valamiért kell című dologról van szó, tehát adnod kell valamit az társaknak, a közösség tagjainak, valamit, ami valóban érték, és amiért valóban megmozdulnak. És Warframe esetében úgy gondolom, hogy nem a nyersanyag az, amiért valóban megmozdulnak az emberek. Tehát adnod kell nekik valami olyasmit, amiért valóban megmozdulnak azért, hogy te megkapasd azt, amit akarsz. És nagyon fontos dolog, hogy hosting, tehát te adod, hogyha például uh, Necros Prime-ot akarsz farmolni, akkor te belerakod a Radiant kulcsodat, mert akkor jönni fognak az emberek. Még akkor is, hogyha uh, nincs neki kulcsuk, de akkor te hoztolsz, hogy te kaphass valamit, hogy kikap négy, vagy három másik játékost ahhoz a bizonyos játékodhoz. Nos, ez lett volna a rövidke tippecske, remélem egy... Tudtam segíteni valamilyen, remélem, hogy így kicsit másképp látjátok a játékot is, remélhetőleg sikerül szereznetek társat arra bizonyos játékra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!